Üdvözlet mindenkinek! A mai videóban egy kicsit a feszültséggel fogok ismét foglalkozni, ugyanis páran megkerestek a korábbi videó után, amiben a mozdonyok elektronikájának fejlődésével foglalkoztam, és amiben ugye szót ejtettem arról, hogy milyen optimális feszültségre vannak ezek a járművek tervezve, így gondoltam, készítek egy kicsit mélyebbre ható kis videós elemzést arról, hogy mi is van a pályába, és mi jut el a mozdonyok motorjáig. Szóval, van itt nekünk egy ilyen kis egyszerű oszcilloszkópunk, ezt rákötöttem oda a sínre, illetve van nekünk egy ÖBB Taurusunk, amin majd a motor feszültséget, illetve ugye a motorra küldött PWM jelet fogjuk megmérni. Először is ugye az a kérdés, hogy hány volt is van a sínben, ezt csak és kizárólag oszcilloszkóppal, illetve olyan feszültségmérésre alkalmas multiméterrel lehet megmérni, ami képes True RMS mérésére. Most még ki van kapcsolva a feszültség a pályán. Tápegység, amivel a Z21-es táplálom meg, 15 voltra van állítva, gyakorlatilag ilyen 15,12 volt jön ki belőle. Nézzük akkor most meg, rákapcsoljuk a sínfeszültséget a pályára, hogy akkor ez hogy is néz ki a valóságban, mennyi fog ebből a sínre érkezni. Ugye rögtön látjuk, itt megjelentek az oszcilloszkópon a kis DCC jelnek a kis jel alakjai, és amit érdemes nézni, az itt a VRMS. Ez 12,9 és 13,2 volt között ugrál nagyjából, illetve ugye van egy Vmax és egy Vmin, ugye a legmagasabb és a legalacsonyabb feszültséget mutató kis jel, ez mutat minden ilyen kis tüskét itt a mért jelbe. Ez ugye 14,2 és 13,9 között ugrál. Ezek a kis tüskék azért vannak, mert hogyha megnézzük a jelet, itt az elején a felfutásnál ott van egy pici kis feszültség tüske, de ami nekünk fontos, az az RMS jel, ez gyakorlatilag 13 volt körül van. Miért 13 volt, amikor 15-tel tápláljuk meg a fehér Z21-et? Ugye 1 voltot levesz maga a Z21, ezt írták is az ő kis használati utasításában, illetve további körülbelül 1 voltot levesznek a foglaltságérzékelők is. Szóval a pályában jelenleg 13 volt körüli érték van. Hogyha még jobban kizoomolunk, akkor viszont látni fogjuk, itt jönnek a kis csomagok. Ott az a kis üres a közepén, az pedig a Railcom cutout, ugye ott tud visszabeszélni a különböző dekóder, ott tudnak visszajelenteni, hogyha lekérdezzük őket. De nagyjából így néz ki menet közben, és most látjuk is, azért kicsit lenyugodott, ugye az RMS 13 volt körüli értékeket mutat, ugye itt már egy jóval nagyobb mintavételezéssel nézzük a dolgokat. 1 millisekundum, 2 millisekundum, 5, és akkor így néz ki a dolog. Szóval, amit láthattunk, 15 volttal megtáplálva a fehér Z21-et, abban az esetben, hogyha foglaltságérzékelés van a pályán, ami árammérésen alapul, körülbelül 13 volt feszültség fog érkezni magába a sínbe. Nyilván itt valamennyi veszteség még lesz, attól függően, hogy milyen távol vagyunk a betáptól, mennyire távol vagyunk magától a Z21-esnek a sín kimenetétől, hiszen ugye magukon a vezetékeken is valamennyi feszültség esni fog, de ezek ilyen maximum pár tized voltos különbségek lehetnek. És ami az érdekesebb, az az, hogy ebből a 13 voltból mennyi fog ide a mozdony motorjára jutni. De most rákötöttem a szondát a mozdonynak a motor kimenetére, ide még az induktivitások elé, nagyon fontos, oda kell kötni, ott a másik oldalán az induktivitásoknak ott nem fogunk tudni semmilyen szép dolgot mérni. Szóval ide rákötöttem a szondát, és mindjárt meg is nézzük, ezt kihúzzuk, és megnézzük, hogy mit mérünk a mozdonynak a motor kimenetén, milyen feszültséggel vezérli őt a dekóderünk. Ugye most áll ez a Taurusunk, tehát igazándiból ugye látjuk, hogy semmit nem fogunk mérni, nulla a feszültség, és itt átállítom AC-ről DC-re, hiszen itt egy PWM jelet szeretnénk most megmérni. Kiválasztom a mozdonyomat, és
elindítom. Itt annyit fogok csalni, hogy ott a tapadó gyűrűs kereket, azt megemelem, hogy ne másszon el nekem itt a pályánkon. És most szépen elindulunk a mozdonnyal, és látjuk, ott megjelentek a PVM jelek a kijelzőn, és azt is látjuk, hogy a Vmax az 12,12 volt. Néha van benne egy rövid idejű ilyen kis tüske, de nagyjából 12 voltos PVM jel az, ami kimegy ide a dekódernek a motorvezérlő kimenetére. Ennyivel hajtja meg a ez egy digitális dekóder, ennyivel hajtja meg a motorunkat a mozdonyba. Azért van itt egyébként eltolva ez a mérési célsáv, mert hogyha ide középre állítom, akkor belelógott alul az RMS értékbe, és akkor az úgy nem szép, nem látjuk, hogy mit mérünk. De egyébként lehet kicsit talán jobban bele nagyítani, nagyobb felbontással is meg tudjuk nézni, hogy hogy működik ez a dolog. Igen, ott látjuk, ott vannak szépen a kis PVM-jelek. Ahogy gyorsítok, úgy nő a kitöltési tényező, és gyakorlatilag ugye teljes sebességen majdnem teljes kitöltéssel fog dolgozni a dekóderünk. Ott alul, amik tüskék vannak, azok a motor back EMF jeléből származnak, ugye az az, amiből a dekóder is méri azt, hogy éppen milyen fordulattal üzemel a motorunk. Viszont amit tényleg látunk itt, amiről korábbi videóban is beszéltem, hogy nagyjából ugye azzal lehet számolni, hogy körülbelül a sínfeszültségből még egy nagyjából 1,4 voltot vesz le itt a dekóderünknek a diódahídja, tehát a 13 volt körüli sínfeszültségből ugye 12,2 körüli feszültség lesz, ennyivel vezérli ugye nem csak a motort, hanem a funkciókémeneteket is a dekóderünk. Ha 12 voltos motort, 12 voltos PVM jellel vezérlünk, akkor gyakorlatilag az élettartam az örök élet plusz egy nap. Na jó, nyilván nem annyi, de akkor megtettünk mindent azért, hogy ez a motor a lehető leghosszabb ideig működőképes maradjon, hiszen a gyári paraméterek szerinti feszültségen üzemeltetjük őt. Valamennyi pluszt még el tud viselni, nem probléma neki, hogyha 12,5 vagy még akár a 13 volt se szerintem, viszont magasabb feszültségeknél már jelentkezhetnek bizony gondok. Nagyobb motorok jobban viselik ezeket a dolgokat, a kisebb motorok kevésbé, gondolok itt például a Flirtnek arra a kis pici dupla motorjára. Hát az biztos, hogy nem fogja jól viselni azt, hogyha tartósan 14-15-16 voltos PVM jellel hajtjuk. Nyilván egy ilyen nagyobb méretű rokó motor ez jobban tolerálja. Ez a motor is ugye viszont melegedni fog, tehát az egy szindróma, amikor azt érezzük, hogy nagyon forró, nagyon meleg a mozdonyunk motorja, még akkor is, hogyha nem hajtottuk meg nagyon. Nagyjából ennyi lett volna a videónak ez a része. És akarok nektek mutatni valami nagyon érdekeset. Ugye most ez egy fehér Z21-es rendszer volt, amit itt most megnéztünk, ugye a korábban elmondott paraméterekkel. Nézzünk meg egy régi Roku 10764-es központot, hogy az mit ad ki magából. És akkor itt vagyunk erre a kis sínre. Most bekötöttem a jó öreg Roku 10764-es központot a multimauszzal, és egy 16 voltra állított tápegységgel. Most pedig kapcsoljuk be a tápellátást, és nézzük meg, hogy mi az, amit látni fogunk. Rögtön egy picit más kép fogad, mint a korábban a Z21-nél. A maximális feszültségek azok ilyen 21 és 18 volt között váltakoznak. Látszik, hogy ilyen, van néhány ilyen tüske. Az RMS érték pedig 16 volt környékén van. Annyit érdemes tudni, hogyha egyenáramú tápegységről hajtjuk meg a Roku 10764-et, és a tápegységből kijövő feszültség ugye jelen esetben 16,6-16,7 volt, akkor a
abból a központ az ilyen 0,7 voltot csap le, tehát nagyjából 16 volt lesz a sín feszültség. Amennyiben váltóáramú tápegységet használunk, akkor 1,4 és 2 volt, inkább 2 volt környéke lesz az, ami lejön a bemeneti feszültségből. Hogyha egy kicsit jobban belenagyítunk és megnézzük a jel alakot, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy bizony azért vannak benne itt ilyen kis tüskék, nem olyan szép a jel, mint a fehér Z21-nél, ami önmagában nem feltétlen probléma, hiszen ugyanúgy megy vele a decoder, de látszik, hogy vannak ilyen kis apró tüskék. Viszont ami ugye problémásabb, az a sínbe jutó 16 voltos feszültség. Ez egy picit sok, ez ugye azt jelenti, hogy jóval magasabb feszültséggel fogja majd itt a mozdonynak a motorját vezérelni a dekóderünk. Nézzük is meg akkor ugyanazt a Taurus mozdonyt, hogy ő hogy teljesít. Átállítjuk DC-re a mérést, és szépen bedobjuk ide a szondánkat. És mindjárt ki fog derülni, hogy mennyi ez esetben a motor vezérlő feszültség, amivel ugye a dekóderünk vezérli a motorunkat. Hát elindítottuk itt a mozdonyt, és hát nem túl szép a látvány, ilyen 20 volt körüli maximális feszültségtüskék vannak bizony ebben a jelben. Most egy kicsit bejebb zoomoltam, mert hát elég nehéz mérni itt azt, hogy konkrétan ugye hány voltos itt ezeknek a kis tüskéknek az átlaga. Most 5 voltos határon van ez a rácsunk, és bizony azt látjuk, hogy 5-10-15 volt. A 15 volt alatt van egy picivel itt a legtöbb tüskének az átlaga, ugye 16 volt van a pályába. Megmerem kockáztatni, hogy itt az érték az körülbelül olyan 14,6 volt környékén van, ugye a 16 voltból, hogyha levonjuk az 1,4-et, akkor pont ennyit fogunk kapni. Ami látszik, hogy már 2 volttal magasabb, mint a motornak ugye a 12 voltos névleges feszültsége. Elég érdekes egyébként számomra az, hogy ez a régi központ ennyire más jelet ad ki magából, illetve hogy ennyire megváltozik a motorvezérlő jel, és ugye látjuk itt benne bőven vannak tüskék, valószínűleg ugye ezeket a DCC jelből szedi össze, és ezek szépen ide mennek a motorvezérlő kimenetre. Ugye sokkal szebben nézett ki a fehér Z21-essel ez az egész. Ennek valószínűleg az egyik oka az is lehet, hogy ugye ennek a régi központnak a kimenete az egyáltalán nem stabilizált, tehát, és itt nem arról van szó, hogy ugye állítható-e vagy nem, hanem egyszerűen a kimenet, hiába van egy stabil tápunk, nem stabil, és ezért kerülhetnek bele ezek a kis feszültségtüskék. Lényeg a lényeg, láthatjuk azt, hogy körülbelül 14,4-14,6 voltos PWM jellel fogjuk a motorunkat, a mozdonyunk motorját jelen esetben hajtani, ami magasabb, mint az ajánlott. Hogyha esetleg egy régebbi váltóáramú tápunk van, akkor ugye ezek az értékek lehetnek még magasabbak, illetve hogyha a rokónak azt a gyári 20 voltos ilyen nagyobb egyenáramú tápegységét használjuk, hát akkor is gondoljunk bele, hogy akkor simán 18 volt körüli feszültséggel fogjuk itt a motorunkat vezérelni, szintén nagyon távol van ez az optimálistól. Summa summarum, nagyjából azokat láttuk itt most élőben a kis demonstráció alatt, mint amikről korábban beszéltem. Ezek a motorok, ezek 12 voltosak, jellemzően ezek a mozdonyok 12-14 voltos feszültségre vannak tervezve. Amennyiben magasabb a sínünkben a feszültség, akkor ez kihatással lesz a járművünkre is. Egyrésztről melegedés, másrésztről az élettartam negatív befolyásolása fog megtörténni, és nagyobb esélyünk lesz arra, hogy
hamarabb lesz valamilyen probléma a jellemzően ugye a mozdony motorjában, vagy ugye az újabb járműveknél az elektronikai panelen is nem biztos, hogy minden alkatrész úgy fogja ezt bírni, mint ahogy mi számítunk rá. Amit továbbra is tudok javasolni, hogy nagyjából azokkal a dolgokkal lehet kalkulálni, amiket korábban is elmondtam, és hogyha nincs is oszcillószkópunk, ha nincs is olyan multiméterünk, akkor is érdemes fejben tartani, hogy hány volt és hogy jön le a bemeneti feszültségekből. Ha olyan központunk van, ahol lehet állítani a sínfeszültséget, állítsuk be 14 voltra vagy 15-re, attól függően ugye, hogy van-e foglaltságérzékelés a pályán. Ha pedig nincs, akkor viszont visszafele tudunk számolni, tehát a 12 volthoz ugye hozzáadogatjuk itt az 1,4-et a dekódernél, illetve ugye hát attól függően, hogy milyen tápegységünk van, illetve milyen központunk van, most kettőt bemutattam, de valószínűleg a többi másik központnál is találunk erre való dokumentációt, hogy mennyit fognak levonni a tápegység feszültségéből, szóval ezzel tudunk nagyjából kalkulálni. Mindenképpen érdemes kerülni a nagy sínfeszültséget. Én úgy gondolom, hogy 14-15 voltnál magasabb sínfeszültséget semmiképp nem szabad hosszú távon a pályánkba engedni. Lehet, hogy lesznek járművek, akik bírják, lehet, hogy lesznek, akik nem. Érdemes egyébként megtenni mindent annak érdekében, hogy hosszú távon biztosan tudjuk üzemeltetni őket, és szánni időt arra, hogy megfelelően legyen beállítva ez a digitális rendszerünkbe, hiszen ezek a dolgok bizony érzékenyek arra, hogy mivel vannak megtáplálva. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, további szép napot és jó modellezést kívánok mindenkinek!